Sziasztok, drága barátaim! Sziasztok! Engedjétek meg, hogy bejelentkezzek innen a nagy távolból, Amerikából, pontosabban Floridában vagyunk, párommal, Ildikóval. És igaz, hogy nincs túl jó idő, mert a 100 éves rekord most dőlt meg, nagyon hűvös van, de attól függetlenül szeretnék egy tanítást nektek küldeni. Mégpedig a mai tanítás spontán egy kiskacsa történetével kezdődik. Most, ha ide elfordítom a videót, akkor nagyon gyönyörű szökőkút van, ahol a távolban úszkálnak a kacsák. Akár itt is a tó part mentén. És a életben is nagyon sok hasonló dolog van velünk, hogy mint a kiskacsa, amelyiknek meg van sérülve az egyik lába, és valamilyen oknál fogva ezt te a felszínről nem látod. Mert ez el van rejtve a felszín alatt. Ő szenved az életében, küszködik, hogy fent tudja magát tartani a víz felszínén. És ugyanígy mi is emberek folyamatosan küszködünk. Az a belső fájdalom, ami bennünk él, nem akarjuk megosztani senkivel, mert félünk, hogyha lelepleződünk, akkor sérülékenyek leszünk. Ezért sokszor nem nyissuk meg a szívünket. És ez akár az én példám is lehet. Innen a távolból, párommal, Ildikóval, immár második hete itt vagyunk, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon sok hasznos felismerésünk volt, és amellett, hogy pihenünk, amellett, hogy jól érezzük magunkat, közben tanulunk is. De mi is az üzenet a mai napnak? Én azt gondolom, hogy merjünk kijönni a partra, akár az a kis sérüléken kiskacsa, aki ott kapickál a víz felszínén, és küzd az életéért. Merjük felvállalni magunkat, és ha nem tudjuk megoldani a problémát, mert nem tudunk szembenézni akár saját magunknak benne, akkor kérjünk segítséget. Most a páromat, Ildikót kérdezném abban, hogy mit is adott neki ez a két hét? Mivel lett gazdagabb? Miért is fontos az, hogy néha megálljunk, és egy picit a párunkkal, saját magunkkal foglalkozzunk? Segítsük egymást a fejlődésben. Mert a napi mókuskerékben erre sajnos nincs időnk. Ildikó, akkor most szólítlak téged, kérlek. Hozd meg, kérlek, a barátainkkal, ismerőseinkkel, tanítványainkkal a gondolataidat, hogy mivel lettél gazdagabb? Mit viszel innen haza Floridából? Hát egy gyönyörű, szép gondolat jutott eszembe, hogyha bent a szívedben boldogság van, akkor a körülötted lévő embereknek boldogságot tudsz nyújtani, és előbb vagy utóbb a világ is boldog lesz. Köszönöm. Picit bővebben mesél arról, hogy miért fontos az, hogy a párok egymással tartsanak, töltsenek minőségi időt? Hát, hogy fontosak legyenek egymásnak, és ami a lényeg, hogy ismerjék meg egymást, és segítsék. Úgy gondolod, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy ismerjük? Igen, de mégsem. Sokszor saját magunkat se ismerjük, mert azt gondoljuk, hogy ezek vagyunk, de közben egy tiszta más ember vagyunk. És ha elérjük azt a pontot, amit bent van a szívünkben, a igazi boldogságot, akkor annak nincs mássága.
és ismét megjelentek a kiskacsák. Nézzétek! Gyönyörű helyen vagyunk. De mi mielőtt elbúcsúznánk, csak annyit, hogy állj meg egy pillanatra, csendesíts le magad. És merj a felszínre lépni. Merj önmagad lenni. Mert minden ember egyedi. Minden ember egy nagy tehetség. Az élet különböző területein. Te is az vagy. És főleg ne bánts magad. Mert legtöbb kárt nem mások okoznak nekünk, hanem mi saját magunknak. Köszönöm, hogy itt voltál, és végighallgattad is mondani valónkat. Jövő héten ismét jelentkezek, és a blogomban bővebben ki fogom fejteni, mit is adott ez a csodálatos két hét. Sziasztok! Szép napot kívánunk! Sziasztok!